Harmonika zene a színpadon, kitüntetések és oklevelek sorakoznak az asztalon. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tartotta üzleti estéjét Mohácson, ahol a megye legjobb, legeredményesebb vállalkozásait, cégeit díjazták. Dr. Ambrus Csimon úr, a vezető bioteknológiai vállalat, a SoftPro Kft. Ügyvezetője. Az Angster József díjat kapta az ügyvezető. A dán anyavállalatú SoftFlow több mint 70 magasan képzett szakembert foglalkoztat Pécsen. Emberi fogyasztásra szánt gabonát, tejet vizsgálnak be piacvezető módszerükkel szerte a világban. Az a biotechnológia és most már szoftver és hardware fejlesztési csapat, ami itt van, az gyakorlatilag olyan innovációkat tudunk létrehozni, amit az anyacég segítségével gyakorlatilag teljesen az egész világon mindenhol elérhetővé tudjuk tenni, és az élelmiszer analitikában gyakorlatilag mindenhol jelen lesz, és ezen keresztül fogják vizsgálni az élelmiszereket. Pécsi, magyar tulajdonú, a főképpen ipari elektronikát gyártó Zé Elektronika Kft. Ügyvezetőjük az év üzletembere díjat vehette át. Nagyon megtisztelő ez számunkra, számomra is. Én azért úgy gondolom, azért beszélek mindig többes számom, mert úgy gondolom, hogy a magam mellett lévő kollégák nélkül én ezt nem tudom elérni, és ezt vallom, hogy mi ezt együtt csináltuk, csak én veszem át ezeket az elismeréseket. Úgy gondolom, hogy ez egy marketing lehetőség, elismerik azt, amit mi teljesítünk, vagy személy szerint magam teljesítek, és ez egy továbblépési alapot jelenthet, hogy amit csinálunk, az jó. A díjkiosztó lehetőséget adott arra is, hogy értékelje az iparkamara elnöke a baranyai cégek tevékenységét. A pandémia és a háború ellenére is még mindig van a kiváló teljesítmények, de szükségünk is van erre, mert a kihívások csak nőni fognak. Azzal kell számolni, hogy a világon most érő konfliktusok nem fognak megoldódni, és hogy utaltam rá, ugye kezdődött a pénzügyi válsággal, folytatódott a klímaválsággal, utána jött a Covid, és most itt a háború, és hallovány válasz se képes az emberiség egyik kihívása se adni. Tehát itt minden olyan teljesítmény felértékelődik, ami az emberi jólétet, biztonságot valamiképpen biztosítani tudja a népességnek. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége döntött a díjak odaítéléséről a tagságjavaslat alapján. A 2021-es év teljesítményeit vették alapul. Ezek alapján 30 kitüntetést, elismerést adtak át áprilisban a vállalkozásoknak, szakembereknek.